Thank you.
Словом ладонью отвечен Христос, и лес понгурганью. Oh,
Hogyha én meg akarok inni egy bögre tejet, akkor
Szívem volt azon,
Και το μήνυμα του Ιωάννη,
περιμένει να σμίξουν και ως εγκρική σλάμι μπουσκέ. Ο μπουσκέ, μπουσκέ, ωραίοι μοίρε, ως εγκρική σλάμι μπουσκέ. Ο μπουσκέ, μπουσκέ, ωραίοι μοίρε, ως εγκρική σλάμι μπουσκέ. Yeah.
Azonja! Hogy az óra nélkül minden időszakban, teljesen minden napon kérdezett, megmondja a pontos időt, óra nélkül. Hát hogyan lehet? Hallottam erről én is. Ugye arra lett a felelős, mondom, megnézem, hogy mi az igazság ebből. Hát oda megyek, látom a subáján, ott fekszik a gulyás. Mondok, agyonisten, ne haragudjon már, hogy itt zaklató, nem tudnám megmondani, mennyi az idő. Átfordul a másik vállára, mellette legeltad a kormos bika. A derejét így megemeli, azt mondja, háromnegyedeig. Nézem a kis ezős sekofrámat, amit ugye a sületi jegyzőktől származik. Mondani, hogy mennyi az idő. Megint átfordul a másik, hogy ökire. Még a bika megint ott legel. Megint megemeli a terényét. Azt mondja, 1:50. Hiszem a kis kódát, pont annyi. Már mondom, ne haragudjon már, de hogy tudja abból megállapítani, hogy megemeli a pika heréit, hogy mennyi az idő? Azt mondja, nem abból állapítja ő meg. Hát mondom, akkor mi a rossz sem? Azt mondja, attól nem látom az újvárosi templomtól. Thank you.
si opustoliło. Obecile te bardzo. My odjadą os udwolało. O serenne anjo. Nędęga rogin cipo. Yeah.
csücske mélyt tonya. Jó földje volt neki hozzá a megfelelő jószága is. Hát híremet, hogy már a harmadik feleségét temeti el, mind a három feleségét agyon rúgta a ló. Agyon rúgta a ló? Hajrá! Agyon! Hát, kíváncsiságú, meg egyébként is arrett a fene, mondjuk elmegyek a temetésre. Egyéb dolgot sem volt. Voltak ott nagyon sok. Az egész környék teli volt a temető. Hát, mikor azt elkísérték a megboldogultat az utolsó útjára, hát ugye a gyászolók mentek részvétet nyilvánítani az özvegyembernek. Hát ahogy nézett, először az asszonyok mentek, kezet fogtak az özvegyel, amely bólintott egyet a fejével. Aztán jöttek a férfiak, azokkal is kezet fogott, nekik meg rázta a fejét. Hát én még ilyet nem látom. Oda megyek én, részvétet nyilvánítok az özvegyembernek, azt kérdem tőle, hogy ez valami szokás, hogy az asszonyoknak bólogat, a férfiaknak meg rázza a fejét. Hát azt mondja, hogy ez nem szokás. Amikor az asszonyok jönnek, azt kezet fognak, azt megköszönnek, akkor bólogatom. Amikor a férfiak jönnek, mind azt kéri, hogy add kölcsön a lovat. Még van egy másik jó kis mondóka. De az kis bolyták toronyban történt, az már igen így. Hát ahogy legeltetem ott a birkákat, hát egyszer csak ott megjelenik egy ilyen nagy csáva, ilyen bóvi kisasszonyfény, fehér cseré. Kérdezi, hogy legelnek a birkák egész nap? Azt mondja, hát egész nap tudok más dolgok sem. De nem egyformán ezt. Mondom, hogy a fehérek kétszer annyit tesznek, mint a feketék. Na. Hát, meg hogy lehet? Kérdezi a medicske. Hát mondom, hogy míg a feketék százan vannak, addig a fehérek kétszáz. Azt voltál te már on vízre, hogy a szája helyett a vasárattál csók? Hát mondtam én már vízeget is. Ha nem hallottátok, mi történt a tizedik bírónak a feleségével? Megho. De nagyon szép halál, nagyon szép halál, nagyon szép halál. A ló beletaposta a hídlásba.
csárdás még nekem való sütessük.
Ott akarom felírni.
Hey!
kiváló zenekarra, gyere a titáni legjobbébe! Kocsmárok, né, azt hiszi, hogy a jányát elveszi.